Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és Minecraft túlélő sorozat következő epizód. Elkészült a pince. Ide lent. Azt hiszem, az volt az előző résznek a... Így van, meg is van a pincét. Meghagytam egy ilyen szolgálati lejárót egyelőre még. Az maradhat. Úgy is hagyom. És a következő részbe, tehát ebben pedig megpróbálok valami gazdaságot összehozni kint, hogy az legyen egy kicsit normálisabb. De kipakolok először a batyomból, mert tele vagyok mindenfélével, aminek fele nem kell most éppen. Fenyődeszka, gránit, ez olyan máshova rakom, az ajtó az jöhet ide. A ládika is. Ezt kiviszem. És földet is viszek. A sárt, fenyőlap, fenyőlépcső, kerítés az kint kelleni fog, puskaport, majd elrakjuk meg ezt is, nyírfadeszka, úgy, töltyfadeszka, sóder, kardomat kivisszük, itt van még fenyődeszka, annyi fenyődeszka van? Oké. Okay. Zúzott kő egy picit nem árt, ha viszünk ki, nyírfa lapok. Tölgydeszka. Nyírfa deszka. Tölgylap. A zúzott kő az kell, jó, a lapátkát azt kivisszük. Meg ezt is, mert ott lehet, hogy a veteményt is rendbe rakjuk. Jó, kerítés is most egyelőre kirakom, egy kicsit így összepakolászok, aztán majd utána foglalkozunk a... Hú, bányit gránitom van, nagyszerű, zúzott kő, ilyesmi is van, jó, ezt mindenképp visszük magunkkal, üveg, üveget azt nem kéne cipelnem, ebben mik vannak, ebben van az üveg, jó, akkor üveget itt hagyjuk, meg ezt is, jó, oké. Balta. A balta az ilyen együttéses, úgyhogy abból kell még. Gyönyi, akkor elmegyünk baltát csinálni. Kell egy csomó ilyen. Na most megyek és kivágom az erdőmet teljes mértékben. Ahhoz meg balta kell, ugyebár. Csirke is elkészült, elám. Visszarakom a frigóba. Jó. Kis szüret. Jól néz ki az alsó pince lejárati dolog. Oké, na hát akkor írtsunk erdőt első körbe. Mert ugye itt az erdő helyén lesz majd az új farm rész szerintem. Meg ilyen állatkarámok, meg ilyesmi. Ezt megpróbálom összeszedni az állatállományt is, ami szükséges. Mert most még van kajám, de már azért vannak már, látszik a vége a frigidernek. És egy-két kenyeret még össze tudok hozni itt a búza táblámból, de azért nem az igazi. Lehetne egy kicsit acélosabb is a kaja ellátmány. Jó. Lesz benne egy nem kevés favágás ebben a részbe. De hát a túlélő videók sorsa az ilyesmi. Hát most lesz fa. Ez meg mondjuk kell is majd, mert sok kerítésünk lesz. Úgyhogy ez kelleni fog majd. Itt egy-két épület is lesz majd, gondolom. Az állatoknak mindenképp akarok valamit. Ne csak így szabadon bóklásszanak a kerítésen belül, hanem legyen valami kis óljuk.
percig sok nyírfát ültettem. Ami nem baj, mert jól fog majd jönni ez. Jó, na aztán a nyírest azt lassan ki is írtottam. Oké. Ezeket most gyorsan lecsapkodom, hogy ne nőjenek már ki, hogyha az rögtön fogta magát és ki is nőtt, hogy ott lett helye ennek például. Oké. Jó. Oké, ezeket gyors összekapkodom, hogy azért az utánpótlás meg legyen, hogy eltűnjenek. Folyamatosan potyognak. Oké, a következően itt biztos, hogy lesz majd egy csomó almám is. A tölgyesből meg alma is fog majd potyogni. Szép számmal. Mert egy területet meg kinevezek erdészetnek, aztán ott meg csak erdők lesznek. Mindenféle fából. Na, ez egy nagyobb fa, ezzel lehet, hogy meggyűlik a bajom. Föl kell másznom majd rá. Ahogy látom, itt mindenfele mennek az ágai. Amit elérek, azt lekoppogatom. Ennyi volt a balta. Jó van. Egy újabb kis nyírfaszállítmány érkezik. Meg egy alma. Jó van, akkor egyelőre kinyírjuk a pici fákat. Egy toja, ott is egy tojás. Azokat már azért összeszedem. Majdani csirkefarmunkhoz jól jön. Oké, közben potyognak a nyíresek. Most ezek az óriás tölgyek, ezek hogyan képződnek, mert van ugye ilyen sok ilyen kicsi van, ez is egy nagy, vagy tovább nő, vagy nem tudom, hogy hogyan képződnek ezek. Vagy véletlenszerűen egyik ilyen óriás lesz. Ezt megszedem, hát hogyha... Hát lehet, hogy itt szerencsém van, ez viszonylag jól le tudtam nyírni. Ez a másik tölgyfa. Lehet, hogy ez pont olyan méretű volt, hogy még nem volt olyan óriási. Na hát ez meg lehet, hogy már az első tölgyem. Jó, erre majd fel kell másznom, ezt nem úszom meg. Sötétedik? Óha. Na még egyet kivágunk aztán. Pont lekések az almákról. Most kezdenek majd potyogni az almák. Sajnos ettől nem lakok akkor jól. Másik probléma, hogy a tölgy csemeték is veszni fognak egy kicsit így. Mert egy csomó el fog tűnni, mire visszatérek. Na, ez az utolsó pici fa. Ez tényleg kicsi volt, jó. Na akkor futunk egy kört, még azért összeszedjük, amit látunk. Jó, hát sok alma nem volt, némi nyírfa az van. Nyírfákból azért nagyjából meglett minden, szerintem. Egy pár tölgyet is azért sikerült szednem, 12 tölgy csemeté, de szerintem abból azért még akad bent is. Ez itt egy nem fa. Na jó, elmegyek aludni. Végül is sokat dolgoztam ma. Na mennyi fa lett? Jó, tölgy
egyből, meg egy stack, meg egy hármas, két alma, jó sok nyírfa, nem annyi tölgy, jó van. Így koszosan baltával lefekszek aludni. Na már reggel is van. Mehetünk ki gyorsan. Hát ha még megvannak az almák. Meg ilyesmik. Igen, még jó esélyek vannak. Még megmaradtak a lehullott maradékok is. Itt egy alma. Ott egy boszorkányt, vagy mit láttam, vagy varázslót. Ott is van még mindig. Na jó, akkor most ezt a fát megpróbáljuk teljes mértékbe leszedni. Valahogy. Mondjuk egy ilyen módszerrel. Fölülről. A baltámat nem pazarolom. Jó, magas lett ez a fa. Olyan sok faanyag nincsen benne szerintem, úgyhogy óvatosan kell majd aprítanom innen fölülről. Egyszer csak lepottyanok. Na itt van például az első. Ezen nyugodtan ácsoroghatok addig, amíg itt vadászgatok az ágakra. Na, egy alma is bejött. És van még fa. Jó, arra fele már nincs. Jó, oké. Akkor tovább. Jó, itt már kilátni elég jól. Ezeket leaprítom. Na, elfogyott a baltám is. Ezt már csak kézzel fogom kiütni. Most egy nagy zuhanásom lesz lehet, vagy még nem. De lassan el fog hullni alólem a talaj. Megvan még a... Megvan még, itt van. Hát nem tudom, van-e még fa részben. Na, ott egyni. Oké. Na most úgy nézem, megindult lefelé a bomlása. Úgyhogy talán most már vége lesz ennek az óriás tölgynek. Oké. Na, gyűjtsünk össze mindent, ami lepotyogott. Hát még azért kapaszkodik, de talán már nincs benne fa. Ezeket még meg... De ott még egy vanni. Jó. Na most már elég jó átlátszik, most már talán tényleg nincs benne. Jó. Ebbe maradt egy kocka fa. Igen, úgy néz ki. Jó, most el is le tud bomlani. Addig ezt leszedegetem. Ez is egy elképesztő hülyhelyre sikerült raktam ide szélére, ilyen sréjen. Fűnyírással is foglalkozunk itt addig.
Jó. Szerintem most már elég jól állunk. Na, szuper kis placunk lett, az ott majd elporlad az a maradék fa. De végül is kisüthetjük onnan, így. Jó. Na nézzük csak, van töltsemeténk bőven, nyírfa is bőven, rengeteg mag lett, 64. Pont, nem, még itt van 12 pluszba. 4 alma, cukornád is van. Jó, jó, ez így egész korrekt. Na, akkor majd csinálok egy vödröt, hogy meglegyen a normális veteményes. Nem is tudom, hova csináljam a veteményest. Ház mellett is lehetne valami. Jól néznek itt mellette egy ilyen sorba. Cukornád az nem lehet. Illetve csak akkor, hogyha raknák oda valami vizet. Ha háromra fölnőne, ez furán néz neki, hogy itt mellette lenne. Nem is tudom. Na mindegy, itt akkor megy majd egy sor járda, valami, és akkor innentől már lehetne elvileg csinálni valami veteményes jelleget. Mondja, hogy így járda, és akkor itt, mondjuk itt. Jó, így 4. Ja, ez nem jó, mert nincsen még meg a... Megint sötétedik? Ó, ide majd rakunk akkor vizes, vizes árkot. Így. És akkor ez lesz a jó megoldása. A veteményesnek, ide rakunk egy veteményest. De, megyünk aludni a koszos sáros ásónkkal. Egyet, még nem tudok aludni, jó van. Pedig most már lement a nap. Már csak picit látszik. Na, most már lehet aludni, jól van. Oké, reggel van. Akkor szerintem el kell meg kell oldanom a vödrös dolgot, úgyhogy ezt a... Ugye a 32 vasat legyártunk. Kettőt ebbe. Elvileg az úgy jó, igen. Ez maradhat itt bent. Illetve ezt még megcsináljuk, hogy hát ha majd kell, és akkor nem kell rá várni. Oké. Na, három már van. Már van is, oké. Hozunk vizet az árkunkba. És még egy kancsóval ide a végébe is, oké. Jó, és akkor most már nyugodtan föl tudom kapálni. És akkor ilyen 4-esre fogom megoldani. Mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hát ez mi ennek a baj ennek a blokknak? Ja, volt rajta valami fű. Aha. Ami nem látszott még igazán jól ki. Oké, aztán majd szerzek valahonnan ilyen tavirózsa leveleket, aztán ezt befedem, hogy ne legyen itt ilyen beleeshetős víz. Jó, ezt meg kéne szüntetnem itt közben. Elvileg. Úgy számoltam, hogy ezen a felén is még kéne akkor. A kérdés, hogy kell-e annyi búza? Szóval 32-ből rengeteg kenyér kijön. Itt lehet, hogy inkább valami más lesz. Bár most még nem igen tudok mást termelni. Hát lehet, hogy akkor elültetem a maradékot. Hát végülis miért ne? És annyit terveztem elsőre. Oké. Itt viszont egy kis mesterséges töltést csinálok, hogy ne legyen vége egyből a teleknek. Így jön. Azt szépen majd benövi a fű, és akkor a maradék 32-t is ide elnyomom. Jó. Akkor ez most már egy ilyen kulturált kis veteményes lett. Hátrafele majd még lehet folytatni. Nem is tudom a... Ezt lehet, hogy kiváltom ezt a homokot innen. Mert a bosos árt földre. És akkor ezt itt egy az egybe kinyerem. Vigyázzunk, hogy ne törjön be a víz. Itt is lehet, hogy egy kicsit növelem a partot. Külső íven megyek. Így. Így már jó is lesz. Oké. És akkor meddig lehet leások itt a homok ügybe. És kiváltjuk majd. Földdel, végül is földem sok van, ez a homokhoz meg jól jön. Ebből rengeteg üveg lehet, meg akármi is, úgyhogy hasznos holmi lesz ez. Úgyis majd, ha meg lesz minden ilyen szükséges nyersanyag, akkor majd egy ilyen felderítő körutat is csinálok, hogy hol van sivatag esetleg a környéken, vagy ilyesmi. Bár az még nem világos, hogy milyen projektek lesznek, hogyha meg lesz a gazdasági rész is. Jó, ez jó volt. Ez még kiszedhető. Még ez is. Még ez is. Ez már nem. Oké. Jó, ezzel mi a helyzet?
egész sokáig tart a homok rész, meglepően sokáig. Oké. Valamelyik már cinkes lesz? Nem, még nem. Ki lehetett szedni mindet. Na és itt mi a helyzet? Szintén jó még. Na, ez már nem annyira. Az már nem annyira, úgyhogy itt már falaszhatok is. Oké. Okay. Jó. Hát jó, szerintem ezzel nagyjából így meg is volnánk. Ezt is leburkoljuk így egy egységnyire. Oké, el is fogyott a cuccom. Innen be tudok menni. Kell vételeznem egy csomó földet. Na hát 64, ez kevés lesz szerintem. Még egy 3. Így. 3 stack, az lehet, hogy belemegy ebbe. Ó, oh, már megint. Jó, itt akkor végül is így lehet kihagynom egy kockát. Azt ott ki is lehet hagyni, azt a rést, az nem problémás. Jó. Ezt már meg tudjuk csinálni este, vagy az éjszaka leszállta előtt. Nem tudom, mit dobtam oda. Jó, ezt meg benőheti a fű. Oké. Nagyszerű. Akkor lerakom a maradékot, ami 64-es. Ezt. Ez meg jó, így magamnál tartom. Oké. Okay. Akkor földblokkkal megyek most aludni. Jó. Azt hiszem akkor mára ennyi ebbe az epizódba. Szépen alakul a veteményes nől. Így akkor 64 lett 2x32-es kupacba. Megkirtottam ugye itt az erdőt, úgyhogy ott már akkor itt az állatos rész lesz szerintem, de akkor azt majd a következő részbe kezdem kialakítani, úgyhogy most itt búcsúznák el akkor a Minecraft túlélő epizódjából. Jövök vissza hamarosan. Sziasztok!